Na sziasztok, én Laki vagyok, és éppen megyek az állomásra biciklivel. Azt nem tudom, hogy mennyire fogtok hallani engem a szélzajtól, ezért most nem is beszélek inkább többet. Azoknak, akik nem igazán követnek Facebookon, vagy egyszerűen nem tudják, hogy mit csinálok, azoknak most gyorsan elmondom, hiszen van még pár percem a vonatig. Igazából a Play-t szervezői megkérték, hogy menjek már fel Győrbe a Media Marktba egy ilyen kis dedikálásra pénteken meg szombaton. Ugye most van 20-a, meg hónap 21-én 3-3 órát, szóval nem egy megerőltető dolog. Igazából kiírtam Facebookról, hogy akinek van kedve, vagy egyszerűen csak ráér és szeretne velem találkozni, az jöjjön el nyugodtan, és akkor lepacsizhatunk. Az a helyzet, hogy kíváncsi leszek, hogy hányan fogtok eljönni, mert tényleg csak Facebookon promoztam. Erről videót se készítettem, gondolom láttátok. Remélem azért lesztek páran, meg mondjuk tudunk egyet fifázni, és az nagyon jó lenne. De majd minden kiderül, hogyha odaértünk. Most ilyen messze ki tudok titeket nyújtani. Ez igen, mert vettem ilyen monopedet. És tök durva nektek most az ott tök stabil. De igazából a kép össze-vissza mozog. Ho-ho-ho-ho. Az a jó legalább ebben, hogy így biztos, hogy nem takarom le a mikrofont, mint az írott kös videóban megtörtént párszor. Meg hát igazából kényelmesebb, távolabb is tudok titeket tartani, nem kell a szemgolyómat nézzetek egész végig. Ott van, nagyon messze látni egy picit a vonatomat. Mindjárt ide ér. Igazából nem volt olyan hosszú utazás, meg hát én minden nap Győrbe járok, tehát igazából ez nem olyan vészes dolog. Az a helyzet, hogy van még körülbelül 3-4 órám, hogy egy 10 perces sétát megcsináljak, szóval szerintem először oda megyek valahova, mert veszek valami energiaitalt vagy hasonlót, és úgy megyek majd tovább az Árkádba. Az a helyzet, hogy még oda sem mentem a dedikálásra, de tök vicces, mert léptem 10-et, aztán már 5-en leszólítottak, nagyon édesek, ezeket amúgy annyira szeretem, amikor így oda jönnek így tökre megszeppenve meg minden, hogy jó, szia, Laki, csináltunk egy képet, és látod rajta, hogy izé tényleg feladottad a napját, mert ott vagy, és tulajdonképpen ennyi, és egyszerűen imádom ezt az érzést, és köszönöm szépen mindenkinek. Jelenleg a Baros úton sétálunk, ugye itt lesz majd az adventi vásár, már látszik, hogy ki vannak téve ezek a kis fa bódék, amiben majd lehet kapni a finom kis forralbot, meg hasonló finomságokat. Ugye jövő hét már advent első vasárnapja, ugye? Pont a hét második napja lesz advent első vasárnapja, ha jól tudom. Lehet, hogy nem. És hát igazából már felkerült minden disz, és biztos tök jó hangulat lesz az egésznek. Szerintem majd lehet, hogy fogunk csinálni egy videót erről, mert egy ilyen kis hangulatos karácsonyi videót szerintem simán összehozhatunk, ha szeretnétek. Na, szerintem ezt sikeresen megoldottuk, és igazából szerintem szép lassan el is indulhatunk a Árkád felé, hiszen ugye oda kell mennem. Szóval tényleg azon gondolkodok egész végig, hogy hányan lehettek majd ott, hogy hány emberhez jutott el ez a hír. Lehet, hogy csinálni kellett volna róla videót, de ezt majd igazából utána fogjuk megtudni, miután megtörtént az esemény. Meg hát ugye két napos, tehát ugye holnap is jöhetnek ugyanúgy az emberek. És ennek köszönhetően, ja, ugye ott leszünk egész nap, és jó lesz, biztos vagyok benne. Jövő héten meg Play-t, ami azt jelenti, hogy szombat és vasárnap egész nap ott leszünk a Hund Expo-ba. És ott remélem tényleg nagyon sokat fogok találkozni, mert hát azért megyek el,
ugye, hogy igazából találkozok is lakistákkal, és remélem tényleg össze fog ez jönni. Ami biztos, hogyha odaértem az AK-ba, az lesz az első, hogy elmegy létére, mert mindjárt behúgyozom. Erről jut eszembe egy olyan történet, hogy mikor volt ez Mind Show, volt ez az első Mind Show rendezvényen, hogy én elmentem az Illem helyiségre, hogy ürítsek magamon, és ott éppen csinálom a dolgom, amikor odaáll mellém egy gyerek, hogy szia, Lucky, csinálhatnánk egy közös képet. Hú, és oda jön a gyerek mellém, hogy csináljunk egy közös képet. Elég érdekes volt, tehát nem tudtam igen lereagálni a helyzetet, de minden esetre vicces volt, és ezen nagyon nevettem. De sziasztok! Nem. Na, ezekért megéri, gyerekek. Joy. Már látó határon belül az árkád. Igaz, hogy takarják a fák, de én tudom, hogy ott van. Elég sötét van ennek köszönhetően, hiszen már azért 3:30 van november, meg nagyon felhős, és így elég sötét van már most. Igazából a kamerának nem tudom, hogy ez hogy fog tetszeni, de minden esetre remélem még megbírkozik ezzel a feladattal. És tök vicces így sétálni kamerával a kézben az utcán, mert ahogy körbenézzel, minden ember téged néz, és ez hatalmas, ez nem tudom, így nézzük, hogy ki az a hülyérik, aki kamerával a közébe sétál az utcán, és hát nagyon tetszik. Ja, nyugodtan. Na. Lekapcsolnám. Igen. Na, amit láttátok, találkoztam a nővéremmel, Rékával, meg a pasiával, Ébollel, aki jár. És azt mondja, hogy most van 40, ami azt jelenti, hogy még igazából 20 percen van, tehát egy kényelmes pisilés még belefér. Az Oculus néz engem, akkor légy szíves, támogassatok meg egy ilyen szemüveggel. Igazából már nagyjából 3-4 órája itt vagyok. Egész jó is a hangulat, egész család, igazából tök jó. Igazából tök aranyosak mindenki, aki oda jön, mindenki imádom, amikor így megvan szeppelve. Sok szeretettel Fonitól egy ilyen tök jó kis karácsonyi, tök jó kis bögre bakker, ilyen kis bundával. Most mondjam, hogy a nézőjének. Tökre zavarba lehet hozni az embereket úgy, hogy rájuk mutatod a kamerát. Csináljátok valamit, táncoljatok! Nem? Király, kívül! Lehet visz, mi? Király! Láttam belőle videót? Micsoda? Láttam belőle? Legyen? Legyen! Jó, akkor lehet! Igazából végeztem is, ez a 3 óra csak úgy elrepült. Igazából voltatok páran, de tök jó volt, hogy nem volt ilyen zsúfoltság, nem voltatok rengetegen, és így igazából el tudtam így pár lakistával beszélgetni. Tök ilyen ilyen kis jó hangulat van. Magát tettem őre. Mi a helyzet? Bizó, mit csinálsz? Benne leszel egy videóban a YouTube-on. Király? Na igen, szóval jelenleg én nagyon imádok az utcán, most hát nyilvánosan videózni, ezek kincsek. Jó, gyorsan felveszem a kabátom, és igazából már megyek is szerintem a vonatra. Nem igen akarok tovább tartózkodni itt,
hiszen azt mondták, hogy pizzát fogunk rendelni otthon, szóval sietek. Na nézzük, hogy utcafények mellett hogy teljesít az a kis VX500-as. Igazából a lényeg szerintem kivehető, ha bár gondolom eléggé pixeles és terdős lesz a kép, de hát igazából, amint látjátok, korom sötét van, és csak a lámpák világítanak, ezáltal nem igen tudok túl nagy fényforráshoz hozzájutni. Mindegy, sietek a vonatra, aztán onnan majd tudok többet beszámolni nektek, és igazából tényleg holnap is el fogunk ide jönni, ugye megint MediaMarktba egy kis aláragatós, beszélgetős, képcsinálós estére. Hát szerintem fel fog menni ez egy videóba, szóval most nem fogom én itt elvágni. A holnapi napról is veszek fel egy-két jelenetet, és akkor fogjátok majd látni ezt a vlogot, amikor megtörtént az a nap is, és pont átértünk piros előtt. Nagyon profik vagyunk, úgy érzem. Jó, hát akkor mehetünk a vonatra. Öt perc múlva ott leszek az állomáson, és a vonatom körülbelül olyan 20 perc múlva fog indulni. Szóval várnom kell egy kicsit, de azon gondolkodok, hogy lehet vennem kéne valami kis kaját, mert elég éhes vagyok, ami azt illeti. Meglátjuk, ott a városháza oldalról. Amúgy a kamerára visszatérve azt veszem észre, hogy ez a kis VX500-aska igazából még ilyen semmilyen fénynél is igazából megállja a helyét. Persze, hogy azért próbáljuk kompenzálni a kevés fényt ilyen pixelezőgdéssel, de igazából a lényeg még mindig kivehető, tényleg csak az utcalámpák fénye világít most rám. Ötösről indulunk! Azt jelenti, hogy 26-kor jön be, akkor igazából még egy 3 perc. Na szóval ezt a napot akkor le is zárnám, és akkor holnap folytatjuk. Jó reggelt! Hogy volt már fel? Indulás van, megint ugyanúgy, mint tegnap, ugyanabban az időben elindulok a kis vonatállomásra, és akkor indulás Győrbe. Na ismét itt vagyok, viszont ezt én lecsukom az LCD kijelzőt, hiszen mindig magamat nézem, és ez hiba. És igazából a tegnapiból kiindulva a mai nap is eléggé ilyen nyugis lesz, remélem, és igazából tényleg tök jó volt az a pénteki napba, ebben a kis dedikálásban, hogy nem volt tömeg, tehát voltak páran, vagy voltak természetesen emberek, de így mindig így mindenkivel tudtam beszélgetni, valakivel még fifáztam is, és tényleg teljesen jó hangulat volt, és remélem, hogy ma is ilyesmi lesz, mert majd a jövő héten megrendezendő Budapesti Play-en nem ilyen lesz. Budapesti Play-en ott folyamatosan embertömeg lesz a eddigiekből kiinduló, de ez sem rossz, és hát ezt sem úgy értsétek, hogy jaj, de rossz nekem, csak hát ott akkor ugye nincs olyan hangulat, mint most itt volt, és remélem még ma is az lesz. És hát akkor menjünk a vonatra. Ismét beértünk Győrbe, és az a helyzet, hogy most elfelejtettem hozni magammal alkoholos filtert, ami csak azért rossz, mert akkor most valahol nekem vennem kéne, de nem tudom, hogy hol. Szóval nem hiszem, hogy most szombaton nyitva van az a papírbolt, amiről én tudok. Szóval igazából az Interspárban bízok, hogy ott találni fogok. Majd kiderül.
Hát most ugye nézegettem így az úton, amíg ide érek így a boltokat, hogy hát valami olyasmi, ahol találhatok tollat vagy filcet. Hát nem ilyen volt, igazából a Spárba megint bementem, ott vettem megint egy kis italt, de igazából most bemegyek az Árkádba, és akkor a nagy Inter Spárba megnézzük, hogy találunk-e alkoholos filcet, mert az lenne a legjobb. De tényleg az a legidegesítőbb az egészben, hogy mielőtt jöttem, elmentem otthon a papírboltba, és vettem 3 filcet is, és nem hoztam meg egyet sem. Ez rohadt idegesítő, de mindegy, megnézzük itt, hogy van-e, ha nincs, akkor valahonnan megpróbálok szerválni. Siker! És az a helyzet, hogy már végeztem, és igaz, hogy nem sokat videóztam most, de igazából azért nem, mert ugye nem volt rá igen időm. Igazából a mai napon tényleg többen voltatok, mint tegnap, de ugyanakkor tényleg megint tök jó volt, és még egyszer köszönöm szépen azoknak, akik elfáradtak ide, és jövő héten, lehet, hogy már ezen a hétvégén, amikor látjátok a videót, találkozunk a Budapesti Play-ben. Alright, indulás haza! Oké, szóval haza lett érve, és igazából ennyi lett volna ez a vlog videó. Bemutattam ezt a 2 napot, hogy tulajdonképpen mi történt, hogy nagyon nagy vonalakban, de tényleg ma sem videóztam sokat, azért tegnap se készültek olyan jó felvételek, de minden esetre azért valamit láttatok, és remélem tényleg tetszett nektek, ha így van, akkor kérjétek rá egy lájkot, és találkozunk legközelebb, és én Lucky voltam. Sziasztok!